is it? Nagy fiúk. Kétszerindulás! De csoki vagyok! Tudtam, hogy erről van szó! Be. 1978 városi bajnokság. Köp, ide! Most! Közelebb! A palánkra, Lenny! Igen! És köszönöm! Jó látom, a vonalon volt! Szeretnék köszönetet mondani az Earnshaw családnak, hogy gyönyörű tóparti házukban ünnepelhetjük a győzelmet. Ja, yeah, pacsit a pöcsiknek! Ippip urrá! Részeg vagy? Na, na! Hey, most nem a poharazást ünnepeljük, hanem a kosarazást. Szóval térjünk vissza a mai szereplésetekre. Úgy kosaraztatok, ahogy mindig is tanítottam nektek. Keményen küzdöttetek, mindent beleadtatok. És amikor megszólalt a duda, bajnokok lettetek. Ígérjetek meg nekem valamit. Az életet is ugyanilyen lelkesedéssel fogjátok űzni, hogy amikor a végén megszólal a duda, ne bánjatok meg semmit. Edzőbára! Ti vagytok az első bajnokai. Tartsatok össze! Most vége. 30 évvel később, Beverly Hills, Kalifornia. Én vagyok a legmenőbb hollywoodi ügynök, és most felhúzott. Azért sem győzöm meg Brad Pittet. És Julia Robertset is elfelejtheti. Nem érdekel, Sandy. Pontosan mindenről én döntök. Köszönöm. Magának is jó július 4-ét. Puszi. Nézős, fiúk. Hé! Gregi, Kisi. Ismeritek a lecsúszós játékot? Állati klassz társas, a kedvencem volt. Szóval, van hozzá egy ilyen tábla, pörgetsz, és ha létrára kerülsz, felmászhatsz rajta, ha pedig csúszdát pörgetsz, le kell csúsznod rajta, és előről kezdeni. Na és akkor mi van? A győztes kap egy melltartót? Bocs, de elég béna játéknak tűnik. De higgyétek el, marha jó, mindig ezt játszottuk a haverokkal téli délutánokon, közben pedig forró csokit ittunk. Hú, de innék most egy forró csokit. Hé, Rita! Rita! Küldj neki egy SMS-t, biztos mosogat. Képzel, tegnap Spielbergéknél játszottunk. 400 centis tévéjük van. Veszel nekünk is egyet? Majd, ha te rendezted az E.T.-t, kapsz tőlem tévét. Nincs kegyelem. Mit kell csinálni? Nem egészen értem. Egy nagy hajón vagytok, és le kell vágni egymás fejét? Vagy... Vízbe is folythatjuk egymást. Ja, hogy úgy, így már értem. Nagy muter kapó. Vegyétek fel a telefont! Tényleg, egy kis mézet is kérek a torkomra. Ne SMS-ezz a dadáddal! Tudod, milyen bunkó dolog ez egy gyerektől? Állj fel és menj oda hozzá! Te is mindig üzengetsz! Azért üzengetek, mert ez a munkám! Pénzt keresek, hogy te is üzengethess! Hozzam a finomságokat, fiúk! Ki volt az, ki telefonált? Nem tudom, Mr. Feder, bocsánat, Becky vette fel. Oké, értem. Köszönjétek meg Ritának a... Fú, de rossz! Ez nem svájci csoki, mi van, meg akarsz mérgezni? Nem, én... Anyám, inkább SMS-ezzetek, soha többé ne halljak ilyet tőletek. Mi folyik itt, Rita? Az a kocsi! Úristen! Ne haragudj, véletlen volt. A kocsi nem érdekel, te jól vagy, miért csináltad? Csak a Navit akartam hallgatni. A Navit? Mi az a Navi? Kérdezni akartam tőle valamit.
Az a navigációs rendszer, te kis hülye! Ssss, Kiszi, nyugi! Egy bácsi felhívott, és azt mondta, a barátod Dudaedző már a mennyben van, és a navin próbáltam megkeresni, hogy hol van a menny, hogy meg tud látogatni. Ő a barátod papa. Dudaedző fontos ember volt a papa életében. Rettenetes. Na jó, menj csak, így elforrul csak itt. Biztos, hogy nem fáj semmi? Csillagom, ne fröcsköd le a tesódat! Erik, drágám, anyát keres! Szia, mami! Szia, anya! Sziasztok. Szia, anya! Ott találkozunk. Viszlát. Mi az? Valami baj van? Most inkább hagyjuk. Később elmesélem. Jó van. Elkészítettem azt a sütőtökös risottót, amit Jamie Oliver főzőműsorában láttunk. Undorító. Tiszta gyíkhús. Asszony, hallod ezeket? Hallod, hogy csináljál már valamit? Ejnye, gyerekek! Ti is tudjátok, hogy apátok egész nap gürcöl a konyhában, hogy mindig friss házikosztot kapjunk. Bíz, anyám! Egyébként meg... hoztam Fincsi pizzát! Feladom! Pizzázzatok! Pizzázzatok, csak rosszul esik! Nagyon rosszul! Már megint havi bajos a szakácsunk! Ez nagyon kemény, haver. És ki szervezi a temetést? Az unokahúga biztos ki van borulva. Na és még mindig jó nő? Ne húzz fel, mert nagyon megbánod. Mi? Figyelj, ha nem leszek ott a temetésen. Mondd, hogy O.J. Simpson kis húga végzett velem. Kösz, hogy felhívtál. Ott találkozunk. Szia! Duda meghalt. Pénteken lesz a temetése. Biztos nem fogom bírni egyedül. Eljönnél velem? Hát persze. Elhalasztom a csípőműtétemet. Tudod, hogy te vagy a mindenem. És most elrepítelek a teljes ellazulás világába. Viselkedjünk normálisan. Miért veszed le a napszemüveget? Mert nem akarom, hogy úgy hívjanak, hogy... Hollywood! Hé! Na, nézzenek! Kurt McKenzie! És az egész McKenzie Clan! Erre ide! Na hát, jól nézzel ki, Dian. Ott a feleségem, köszönj neki. Rendben. Kölykök? Jó kis beleteresztettél. Mi ez itt a nyolcadik utas? Te meg tudod, hogy nézel ki? Mint egy anorexiás Shaquille O'Neal. Ezt is hozzátok. Mi a Roxán? Nem tudom, emlékszel-e rám. Ott voltam az esküvőtökön, és részegen előadtam egy striptease Dian McKenzie. Hát persze! Igen, persze. Hello! Örülök, hogy látlak. Isten ilyen nézel ki, gyönyörű vagy, sugárzol. Nagyon jól áll neked a várandóság. Milyen fenéről beszélsz? Csak ugrattalak! Jézusom! Ilyen képet fekte... Csak ne magis lenni, féde! Ronzoni mama jó húsban van. Mama mia, ki ez a jóképű macsó? És mekkora sztár vagy, apukám? Na, gyere puszit a mamának! Puszi! Inkább arcra adnám a puszit, de mindjárt megvan! A kalap majdnem kiszúrta a szememet, de sikerült. Hallom, a veje valóságos konyha tündér lett. Szegény lányom húzza az igát, hogy legyen mit enniük, ez a kuka meg... otthon van és portörel. Te meg úgy nézel ki, mint egy gonosz afrikai diktátor, aki gyerekfejeket tárol a hűtőben. Milyen kedves, elvesztem. Bemutatom az anyámat. Üdvözlöm, Ronzoni mama. Örülök, hogy megismerhetem. Én vagyok Lenny felesége. Milyen kis töltenivaló tortillát lőttél, Lennikém. Hát igen. Finom ropogós. Meghiszem. Gangsta! Gangsta! Biatch!
Na, nem azt mondtam, hogy kapcsold ki a mobilodat? De a masszázs terapeutám hív. Mi? Itt nem mobilozunk, köcsi. Nem mobilozhatok, akkor lelépek. Pörgessük fel a temetést. Bocs, bekattanok a haláltól. Mi a pálya, McKenzie? Milyen puha a kezed, mivel mosogatsz? Mi van, haver? Nem azt mondtad, hogy elkezdesz edzeni? Mire célzol? Hogy dagadt vagy. Nem. Különben meg jó, hogy találkoztunk, mert sztár csinálok belőled. Lehetnél az új Lesszi. Ne verd nagy dobra. Szóval ők a kölykeid? Ki az a csaj? Csak nem a Dada. Egy barátunk, aki Kínából jött. Na persze, letöltötted a netről. Nem, ő tulajdonképpen egy cserediák, akit a feleségemmel befogadtunk egy időre. Hármasban nyomjátok? Apám, ez igen. Látod, ennek minden összejön. Nyugalom, mondom. Nem tudtam, hogy ekkora gulyon vagy. Hello! Ha, mindenkinek! Kabrióban az egész család? Igen, ahogy kell. Te aztán jól megnőttél, fiacskám. Hányos melltartót hordasz? Szír! Te meg hány csatornát fogsz be a kis füleiddel? Töpet, Ferda. Strici vagy másodállásban? Nem már, én vagyok a Branchville kerti bútor társtulajdonos, a főnök lettem. Ó, gratulálok, Eri. Látom, elhoztad a mucert. Ez jó volt. Olyan, mintha Sekillel fognék kezet. Mindjárt jövök. Beszarok. Megérkezett a szemérem dombok érzéki vándora. Ó, itt aztán lelkiszed. Vigyú. Micsoda tragédia. Igen, szomorú. Jó, hogy látlak. Hát, Duda már fent edzi a mennyei csapatot. Bizony. Ott van vele Wilt, Mr. Pete, Dr. J. Azt hiszem, Dr. J még nem halt meg. Hasonló kaliberűekkel van. Igen, értem. Jól nézel ki, haver. Olyan vagy, mint egy kis umpa-lumpa Elvis. Irány a csoki gyár. Bocs, de ízléstelen dolog egy temetésen poénkodni. De ha te így dolgozod fel a gyászt, megértem. Jó fej vagy, kösz. Akkor most megújjászhatlak? Yeah. Hey, Roxanne! Emlékszel rá? Rob, akiről annyit meséltem. Rob! Ó, hát persze! A srác, aki 19 évesen kezdett el szőrösödni. Igen. Azt hittem, ez a mi titkunk. És ő biztosan az édesanyád. A feleségem. Bocsánat. Szia. Gloria vagyok. Úgy örülök, hogy megismerhetlek. Nagyon tetszik az új kollekciód. Köszönöm. Nekem meg tetszenek a kendőid. Köszi. Ezekkel szokott kikötözni. Hát csak viccel. Nem viccel. Aha. Faj, behányok. De hosszú nyelvek. Bent találkozunk. Sziasztok! Ott van ki a gyerek. Igen, ott elől jó lesz. Ülj le szépen. Megyek, köszönök Lennyéknek. Jaj, szia Lenny! Jól vagytok? Jaj, és azt csiripelik a madarak, hogy egész hétvégére kibéreltétek a bandának az önsóházat. Olyan rendes tőletek, köszi! Csak egész hétvégére adták ki, de mi nem maradunk végig, mert holnap Milánóban repülünk Roxanne divat bemutatójára. Istenem, annyira sajnálom. De állati jó lesz Milánóban. Képzeljétek, J.Lo és Marc Anthony ott nyaralt tavaly, és egy ugrásra van a Komói tótól, ahol George Clooney-nak van villája. Bocsi, de folyton bújom a pletykalapokat. Úgyhogy értitek, mi van? Utálja, amikor így beindulok. Hoppá, bocsi, már itt sem vagyok. Szégyel, jó, mi? Ja, és Tom Cruise-nak is ott volt az esküvője. Kösz, hogy erről nem szóltál. Mi bajod? Nem értem, miért kellett kibírálni egész hétvégére? Azért, mert hosszú hétvége van, és csak így adták ki nekünk. Szóval a barátaid egész hétvégén buliznak, míg te Milánóban unatkozol. Igen. Milyen rendes tőled? Milyen rendes tőlünk? A te pénzed is, nem? Igen. Aha. A te pénzed, az ő pénze, az én pénzem. Dobjuk be a közösbe és osztozzunk. Jó kis kalap, olyan halál feelingje van. Bocsi, a temetésektől mindig kikészülök. Nézd ott van. Mr. Hollywood. A sztárok sztárűnöke. Szerinted ő képviseli Hulk Hogan? Kizárt. Nem akkora ász, mi? Egyébként, ha valaki kérdezi, Rita cserediák náluk. André! Azt hiszem, ráültem a számoló micsodádra. Már tudom, mi történt az akváriummal. Robert Duda Ferdinando edző a szakmáját tekintve gondnok volt, és bizony az volt a szó legnemesebb értelmében. Gondoskodó lélek volt.
Amikor már tudta, hogy kevés ideje van hátra, kikötötte, hogy csak egyetlen ember jöhet szóba, aki gyászbeszédet tarthat. Így hát megkérem Lenifédert, mondjon pár szót. Köszönöm. Elnézést kérek, nem készültem, de nagyon megtisztelő, hogy az edző bár rám gondolt, és szörnyű lelkiismeret furdalásom van, mert nagyon régen találkoztunk, és mindig kérte, hogy látogassam meg, hogyha itthon vagyok, de sajnos soha nem értem rá. Most már bánom. Ha jól tudom, pályafutása alatt csak a St. Mark's 1978-as csapata nyert bajnokságot, és ez azért nagy teljesítmény, hogyha azt nézzük, hogy kik voltak a játékosok. Mert akár hiszik, akár nem, Robi és Marcus még alacsonyabbak voltak 1978-ban. De ők tudták azt, amit te soha nem tanultál meg passzolni. Neked meg inkább a hamburgert kéne passzolnod, Erik. Csak viccelek, viccelek. Edzőbá, fontos része voltál mindannyiunk életének. Mindenki, aki most itt van, szeretett téged. Szóval reméljük, hogy úgy búcsúzunk majd, mint te. Nem bánunk meg semmit, hogyha a végén megszólal a duda. Most egy perc néma csenddel emlékezzünk rá. Szerintem utánad be kellett volna fejezni. Durva a törpe, tenor. Ja. Fogadjunk $5, hogy mindjárt letérdel. Fogadjunk. Oké. Maria, grazia plena. Hagyd abba. Ave do. Gyerekes banda! Mondja a nagyfiú! Elég már ilyen pukacs, Robi! Halljuk, mi a véleményed Robcsajáról? Szerinted összeillenek? A Vince Atyora Protko reklámból? Nagyon laza. Ne csináljátok, egész csini! Mit épp parókában? Eltaláltam. Most is paróka van rajtad, mi? Ugye? Ugye? Tudtátok, hogy ő egy híres modell, a Milói Vénusz? Jól tartja magát, kartalan. Nagyon ütött. Ez ott volt, öregem, ez nagyon ott volt. Szerintem tényleg szerelmes az öreg lányba. Igen. Az első három feleségét is szerette, a csalót, a falót és a taplót. Ja. Igen, az elején halálosan szerelmes lesz. Ilyen gyorsan. Aztán egy kis idő után bekattan, és eldurvulnak a dolgok. Kávét, Mr. Feder? Nem, kösz nem kérek, de rendes tőled, hogy csak úgy barátilag kávéval kínálsz. Inkább így meg te, amíg tanulgatsz a templomban. SMS-ezett, hogy kér kávét. Azt SMS-eztem, hogy idd meg a kávét és tanulj, jó? Tanulj! A templomban a könyveidből. Na, menj csak. Köszi, Rita! Oké. Okay. Szóval, szeretitek a gyors kaját? Anyu, kaphatok tejet? Jól van, angyalom, gyere csak ide. Kapsz egy kis hamikát. Lassabban, prücsök. Ne legyél mohó, mert megfájdul a pocid. Olyan helyes fiad van. Igen. Hány éves is? Pontosan 48 hónapos. Tehát 4 éves. Igen. Tavaly abba akartuk hagyni a cicizést, de látjátok, hogy mennyire szereti. Uh-huh. Kislányom, légy szíves, használj villát! Nem! Ő kevesebb ideig szopott? Yes, I know, sir, don't come close to my home, sweet home, can't catch no dose of my heart, tail, boom, bang, sweet heart, sweating in bass, your boss, I'm a J-Paul, get in his ear, with a face and a beer. Hey, oda, én állok be! Na, több tiszteletet a kedileknek!
Aranyos kis malacpersely. Hey! 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 Nézzük, milyen csodás hely! Megnyosítunk neked! Helyes! Egy éjszakát kibírod. Igen? Biztos kibírod? Apu, miért zizeg az a gép? Kiiktatja a bogarakat, kicsim. És hova kerülnek? Pokorra. Nem mondj ilyet, Higgins. Ja, bocs, akkor Mexikóba. Tudod, kapnak egy kis áramot, amitől szépen elalszanak. Áramütésszerűen. Megcsapja őket az áram? Nem. Akkor meghalnak. Kiif vannak? Nem! Apu, nem hallak meg, nyugi. Már is megoldjuk. Most már semmi bajuk, Betszó. Jé, nézzétek ezt a fickót. Elbúbiskolt. Megdöglött. Au! Micsoda hinta. Én már tudom, mit csinálok hétvégén. Na most már megdöglött. Köszöntök mindenkit 1978-ban, egy kis nosztalgia. Ezt is emlékeztem, hogy ilyen tudom. Igen, ilyen konyha kell nekem, ez a tuti méret. Hagyjuk már ezt a konyházást. Nem vagyunk konyházást. Anyukám, hadd lássak már egy kislelkezetést. Ez gyönyörű. Ez olyan, mint egy túlélő túra. Olyan, mint egy rész a Lostból. Szívem, ne vedd szét az orgonát! De én így szeretek játszani! Elég! Figyelem, akkor ki melyik szobát kapja? Lerajzoltam, hogy mindenki könnyen oda találjon. Ha nem baj, akkor a vízágyas szobát lefoglaltam magunknak. Akkor ma éjjel te úszol mellem. Én is, hogy menjek veletek úszni! Jaj, szívem, nem is megyünk úszni. Úgy értettem, hogy... Jaj, ne! Nem kell tudnia, hogy mire gondolsz. Én sem tudom, mire gondolsz. Sajnos én tudom. Akkor inkább térjünk vissza a szobákra. Rob, körbevezetnél minket? Igen, örömmel körbevezetlek. Gloria csak barátkozni akart. Én gyorsan keresek egy vécét. Hogy hogyan Egi mehet úszni, én meg nem? Ugyan, drága. Szóval, íme a nagy kuckó. A legnagyobb hálószoba. Tudjátok mit? Legyen Lenijéki ez a szoba, őket illeti. Várj, szívem! Adjuk oda a gyerekeknek. Tudod, hadd legyenek egy kupacban, és akkor mehet a non-stop hűlés. Na, nyomás! Ez lesz a gyerekszoba, gyerekek! Hajrá, jó van, gyerünk! Igen, ez jó ötlet. Mekkora ablakok? Ugye mi ez is? Ez jó ötlet volt, Leni. Apa! Mi ez a nagy doboz a tévé hátulján? Tudod, az is a tévé része. Nem volt mindig plazma tévé, haver. Öcsém, ez aztán a kőkorszaki cuccos. Igen, király. Én fűtött szobát kérek. Nyár van, és legalább 30 fok van ide bent. Na, ez már megint kezdi. Fáj a bücsköm. Nagyi, van rá egy nagyon jó krémem. Török búzás. Vagyis török, kukorica. A török búza az kukorica. De a török búza olyan gyógynövényes hangzású. Pontosan. Nekem tetszik, ahogy mondja. Búza. 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 Csodaszer, nekem elhihet. Csodaszar. Ráteszem egy zsebkendőre, lassan megmelegítem, és közvetlenül az érintett területre helyezem. Na jó, de mi van, ha az érintett terület bazi nagy? Mama, az elefántember beköltözött a cipőjébe. Nem elég, hogy gyászolunk, ő még rátesz egy lapáttal. Én nem nézem végig bütyök közlegény megmentését. Lakat a szádra, asszony! Mi ez? Fóka kutya? Tök jól passzolna egy horrorfilmbe. Fürtösnek kivették a hangszálait. A szomszéd bepanaszolt. Dönteni kellett. Vagy elhallgattatjuk, vagy elaltatjuk. Rosszul döntöttél. Nem már, ő is családtag. Persze. Képzelem, mit szól a betörő, ha ezt meghallja. Fejvesztve menekül. Segítség, mit keres itt egy házsesze kutya? Ha már itt tartunk, Lemonsov, a fiad, nem idős a csöcsörészéshez. Nem sokára már a szakállával fésülgeti a ditkót. Milyen ciki lesz, amikor tejc is lesz a bajsza, azért ezt belátod. És amikor 10 évesen bringázik, mutar a kosárban a srác meg... Ezek meg miért ülnek bent? Miért nem jönnek ki végre a zöldbe és játszanak itt a tónál, vagy tudom is én? Nem volt olyan nap, hogy nem mentünk volna ki. Soha nem ültünk a szobában, mindig kint lógtunk. Na, én nem bírom tovább. Bekeményített a fater. Nem viccel. Ennyi! Vége! Nincs több videójáték!
Nincs több mobiltelefon, nincs több SMS. Mostantól kezdve itt lesztek, és itt fogtok játszani. De mit lehet itt csinálni? Játszani, mint a normális gyerekek. Gyerünk, mozgás! Hol van Meki? Gyere, csillagom, megmutatom, hogy ejtőznek az indiánok. Amikor kicsik voltunk, apád minden baromságra rábeszélt minket. Tényleg, hoztunk néhány zuhanyfüggönyt, rászereltük a bevásárlókocsikra, és bevásárlóvitorláztunk. És hogy kormányoztatok? Tulajdonképpen sehogy. Hogy álltatok meg? Neki csapottunk valaminek, az volt a legjobb. És amikor üvegrakétákat lőttünk egymásra, szemre kellett célozni, hogy a másik megvakuljon. Állj le, ilyeneket nem esélj nekik. Jó, ne tudom, ne csináljatok ilyet. Igen, szóval törlés vissza. Helyes. Fiú, építsetek lest! Segítek, oké? Szegény Rob egy ilyenben lakott. Miért? Mert apám elvette a görkorimat. Posztraumás stressz. Várjunk csak! Ez nem lehet igaz! Mi hoppa! Van? Mi van, apa? Kötél van a fán, tudjátok, mit jelent ez? Felakasztjuk magunkat. Hülyéskedsz? Láttok egy kötelet meg egy tavat, és nem akartok tarzanozni? Igen, csak hát, na jó, Attila, megmutatom nekik, megmutatom. Haver, mász fel oda! Jó, igazad van. Még egy kicsit. Gyere, Húsi! Gyerünk, akkor jól figyeljetek. És most jön a dupla szaltó. Túl magad! Megsérült. Hát ez király volt! Úristen, eltörtem a lábam! Kiáll egy csont, segítség! Ez csak egy bot, megkajáltátok! Ügyes vagy! Apu, megsérült a madárka! Hűha! Hozok egy cipős dobozt. Igen, az jó lesz. Jaj, hadd segítsek. Te lapítottad ki a madarat? Hát, nem is tudom. Hallottam egy csipogást és egy recsenő hangot. De az bármi lehetett, nem? Hát persze. Apa előbb beszélget a barátaival, aztán majd ide. Ez volt a törzs helye. Hé, Leni, emlékszel, amikor suli után itt kajáltunk és jól betettünk? Gratulálok, haver. Ezt a szót akkor használjuk, amikor valaki eszeveszettül kívánja a fagyit. Én is be akarok tépni. Eszeveszettül betépek. Én meg minden egyes nap betépek. Én a csokitól akarok betépni. Nem akarsz betépni, felejtsd el. Jól van, elég. Tudja mit? Megkönnyítem a dolgot. Lesz 17 hamburger és 17 sült krumpli. Igen. Ez lesz nekem, ti mit kértek? Lemondtam! Jó. Szóval mindenkinek hamburgert, én fizetek. Nem, és ez a kubinka mi lesz? Én aztán nem eszem hamburgert. Nem, kérek egy fasírtot, egy calzonét, marinára szósz, de ne rá, hanem mellé. Kukoricát, ha lehet csövest, vagy ami van minden. Kivégzésére kész. Mi van? Nyugi, csak viccelt, Jabba mama. Kettő helyet teszik. Van ő, meg Patahari. Mama, csülökpörkölt is van, kérjen azt! Ez jó volt, Leni. Én némit hozhatok. Hey, mondtam, hogy én fizetek, úgyhogy csinjál az italokkal. Csak viccelek, emberek, csak viccelek. Akármit kérhet, te kezdem én. Szóval kólát kérek, és szerintem Donna Sprite-ot kér. És... Bén el van a tejjel, mint látható. De sütit is kérek! Bú, süti a Didi. Süti? Jaj, igaz, olyan édes vagy. Fogd vissza magad, pakold el a Didiket. Jól van. Bubimentes vizet kérek, voszt. Mit? Vosz vizet. Vagy fidzsit, ha nincs vosz. Teljesen mindegy, azt kérjük, ami van. Van jó kis csapvizünk. Kerti csapból? Konyhai csapból. Hol gyártották? Uramisten, jó lesz a víz, zárjuk már le a témát, csapvíz. De van a kociban vosz. Nem, ülj csak le, Rita, tanulmányozd az étlapot, készülj a vizsgádra. Yidi Han Bobao Hor Jam. Henhao. Bocs, de mi van? Azt mondta, hogy itt a legfinomabb a hamburger. Tényleg? És mikor tanultál meg kínaiul? Tudod, sok kínai főzős műsort nézek és rám ragadt. Óriási. Szerintem előbb tanulj meg jól főzni, utána a nyelvet. Égés. Megkaptad! Meg a talp. És visszavág! Ihatok a zöld tejcsiéből is? Na hát, ki van itt? Mr. Hollywood! Te ki vagy? Dicky Bailey? Őrület! Ezer éve nem láttalak. Hogy mint öreg? Ja, azt a meccset érdekesen pontoztál.
Milyen meccsről beszélünk? A meccsről? Amikor kölykök voltunk, a 30 évvel ezelőttiről? Az utolsó dobásnál? A lábad a vonalon volt. Tudom, mert láttam. Ó, ez nagyon érdekes, mert én nem így emlékszem. Itt van a pöcsös ötös többi tagja is? Há, igen, igen. Itt vannak a fiúk. Fiúk? Tuti, hogy összeszarnák magukat a pályán. Látom, te is felszedtél pár kilót. Gyerekkorom óta? Igen, igen. Azt hiszem. Nem találsz rajtam fogást, mi? Kihívlak egy visszavágóra! Hűha! Kosarazzunk! Hát, te sem vagy a legjobb formában, úgyhogy rendezzünk inkább palacsintaevő versenyt. Bárhol, bármikor. Nem gondoltam komolyan, csak úgy mondtam. Figyelj csak! Ha a legközelebb itt jártok, kap majd fos vizet a fiat. Nehogy somjan ne hallja. Jó. Hogyha már belementünk, úgy kell ejteni, hogy vosz, érted? Vével. Vével. Na jó. Holnap kemény napunk lesz. Szétszórjuk Duda hambait. Jaj, ne is mondd. Az edzőben McIntyre Islanden szeretne megpihenni. Gyönyörű szertartást találtam ki. Lenny, azon még itt lesztek? Mikor kell indulnotok? Miről beszél? Hova indultok? Elmentek. Elfelejtettem mondani, srácok, hogy reggel elhúzunk innen. Hogy elhúztok? Mi ez az egész? Nem mehettek el, holnap lesz a szertartás. Jaj, Lenny csak ugrat minket, csak viccel. Nem viccel. Most akkor szivatsz, vagy nem szivatsz? Szeretnénk ott lenni, mindannyian szeretnénk, de Milánóba kell repülnünk. Milyen Milánóba? Olaszba? Mi van Milánóba? Roxanne őszi kollekciójának lesz a bemutatója. Divat hét. 3 éjszaka a Four Seasons Hotelben, hamburger a medencénél, 3 PlayStation minden szobában, és csöcsöket nézhetek az olasz tévében. Irány Olaszország? Nem, azt akarom mondani, hogy én is terveztem egy olasz utat. Most oda a meglepetés. Lenny, nélküled nem lenne ugyanaz. Maradj. Tudod? Hát így is nagyon nagy szó, hogy eljöttünk, mert Roxannak nagyon fontos a bemutató. És mi lenne, ha utána utaznál? Igen, jó ötlet. Nem, mi egy csapat vagyunk az asszonnyal. Mindent együtt csinálunk. Tavaly Becky Suli fellépéséről maradtunk le Milánó miatt. Roxanne. Jaj, ne. Nincs sajnálom. Roxanne. Menj utána, Lenny. Mi történt? Azt hittem, jól betépünk. Drágám, most azt vártad tőlem, hogy hazudjak nekik? Nem az a baj, hogy mit mondtál, hanem hogy hogyan mondtad. Nem vagyok egy munkamániás, érzéketlen fúria, és nem hagyom, hogy ilyennek állíts be, érted? Kihagyjuk a vacsorát Milánóban, szétszórjuk a hambakat, és aztán vasárnap kora reggel elutazunk. Lámaszov, hajnali 5 van, nem kéne mégis kinyírni a kutyát? Gondolkozom rajta! Menj csak! Madárka a dobozban, sérült madárka a dobozban! Reggelt. Jó reggelt! Vidd oda, és tedd le az asztalra! Mi újság? Mi ez a rohadt bűz? Glóriával reggelit készítünk nektek. Aha. Asalógéppel. Vagyis semmit nem melegítünk 46 fok fölé. Ez palacsinta? Igen, tengerízű. Szürke, úgy néz ki, mint egy felszeletelt elefántappancs. Ezt én nem eszem meg. Egészséges. És ez mi? Hogy mi? Mi az, legyen hogy mi? Bőr? Nem, haszon banán. Miért? Mondtam, jó a normális banán, amit meghámozunk és megeszünk. A gyerekek imádni fogják, nem rohad el, vékonyra fel lehet szeletelni. Ja, tudom már, mire jó ez. Igazad van, tényleg bulis. Igen. Lehet ezt is játszani? Persze, amit jó, akarsz. Bocs. Inkább azt a gyümölcsel pofolsz. Mit műkajával? Mit műkajával? Tudod, hogy csak hülyülök. Csak mert gazdag vagy, nem csapkodhatsz asszal gyümölcsel. Nem mondj ilyet, tudod, hogy nem azért csapkodlak. Jó reggelt! Hogy van a kis madár? Hullala! Honnan van ez a cipő, de hiszen ez Christian Loeb után, tudom, hogy túl vagyok öltözve, de sajnos Milánóba készültem, és nem vidékre. Nem baj. Jó kis magfőzet. Kezd, ebből nem kérek. Nincs valami normális kaja? Müzli vagy? Készítsz egy édes szavanyú omlettet, Mr. Feder? Az, amit a gasztronómia órán tanultál? Mintha ezt mondtad volna. Á, kezd, kedves vagy, de nem kérek. Inkább gyakorolja a szobádban, nem sokára vizsgázol. Édesem, azt hiszem, Lenny még nem áll készen. Erre várj, van itt számodra valami. Szalonna. Oh, jó étvágyat. Nem ma kezdte. Nem ma kezdte. Nem ma kezdte. Nem ma kezdte. Hála Istennek, hogy nem ma. Oh. Lássuk a szalonnát. Hé, mit csinálsz? Megsütöm a szalonnát. Csak nem itt. Nem tűrök meg döglött állatot a vegakaja mellett. Gyilkos. Jó. Akkor mit csináljak vele? Jön tudom. Ó, bocsi, cimbi, bocsi! Figyelj, van egy... Fürtös, szégyeld magad! Te büdösebb adta. Biztos megette a maradék brokkolis raviolimot.
Igen, mama, biztos, hogy ő púzik a raviolitól. Mi volt az? Nekünk miért nincs kutyánk? Nekünk inkább egy bivaj kéne. Higgins, te mit szatírkodsz? Ha otthon kitehetem a brét, akkor bárhol kitehetem. Hátulra sem jobb. Éjjel! Működik egész, ja. Jó van. És most hajítsd el. Kacsázzál. Vagy vágd a fához. Dobd be a tóba. Dobd meg a tesódat. Vágd a fejedhez. Csinálj már valamit. Na már. Greg, te meg hogy nézel ki? Mozartnak öltöztél, vagy mi? Úgy volt, hogy Milánóba megyünk, nem? Csak ez van nálam. Vágd le rövid gatyának, és később kosarazunk. Pasz, fater! Nem akarsz visszavágni a múltkori vereségedért? Az már 4 éve volt ember. Nekünk már rég Milánóban kéne kalamárit ennünk. Hogyan? Kösz. A te apád most mit csinált volna? Hát egy ilyenért egész biztos kaptam volna egy csúnya fülcsengős maflást. Az én apám már azért lelökött volna a lépcsőn, hogy kalamári. Az új tévésoppos grillsütő. Ez rohadt jó. A bioguru csalán becsináltal próbált etetni. Kóstold meg. Ugye megtisztítottad? Persze, hogy megtisztítottam. Na, vegyél. Köszi szépen. Mellesleg McIntyre Island elég messze van. Kajáljatok be, mert sokat fogunk evezni. Ezen maradt valami. Ne csináld már. Undorító. Miért csinálod ezt vele? Tele van fehérjével, és megspórolom a naftalint. Gyönyörű. Megdicsérhetjük magunkat, mert 12 éves korunk óta nem kenusztunk. Így csöcsörésztem életemben először. Azt is tudom, hogy ki? Tracy Thorne? Tracy Thorne? Igen! Pontosan emlékszem mindenre. Kicsit napos volt, de bírtam. Megáll az eszem, azóta is csak a csöcsökre tudsz gondolni. Hé, finoman, szerintem lányaink vannak. Ti is csak azokra gondoltok, de én meg is tehetem. Ez nem igaz. Na jó, igaz. Tudjátok, én miről ábrándozom? Miről? Csokiról. Tényleg? Csokiról? A múltkori vizsgálaton magas volt a vércukrom, és Sally eltiltott a csokit. Egy ekkora cula miért hagyja magát? Nyugalom van, dugi készletem, nem vagyok hülye. Jó. Tényleg, komoly készletem van. Tejcsoki, marcipángolyó, mogyorós csoki. Jól bedugom az oknik alá, és nem veszi észre senki. Ez azért jó, mert az okniszak frankon elnyomja a csoki szagot. A féknyom az alsodon, meg elfedi a csoki foltot. Áj, várjatok, brúnyánom kell. Ne, nem teszel be egy felnőtt pelust? Hopp be, próbálok koncentrálni. Csak húgyozol, nem államvizsgázol. Mi ez? Pisálás? Vagy befékezett egy dízelkamion? Mi bajod van? Hallgassátok az öreg prostatát! Tudni, hogy morzéban küldi az üzenetet. Öregszem, stop. Kevés pisi, stop. És erősen spárgaszagú, stop, pedig nem is ettem spárgát. És most lóbáld meg a Weasley-t a csajoknak! Nézzétek, lányok, egy szarti! Hello, csajok! Milyen gusztus talán lehetett ilyen... Azért nem mindegyik ilyen nyomi. Ha lefogynál, nagyobbnak tűn. Személy! Beteg zenéket hoztál, Rob? Eléggé. Figyeljetek, én is hoztam valamit. Nem hiszem el. Ez az a háló, a bajnoki meccsről. Hát nézzem meg. Adjuk oda az edzőnek. Robi, tedd már rá valahogy az urnára. Aha. A lábad a vonaló volt. Ja, szerintetek mit szólna edzőben, ha most hallaná ezt a gyenge dumát? Szétrúgná a seggünket, hogy nem rúgjuk szintén. Igen. A bevált módszer. Erik szétrúgná a seggét helyettünk. Nem. Alig maradt már erőm. És azt is arra tartogatom, ha esetleg megtámadnának. Vagy bevágnának elém a Burger Kingben. Jól beszélsz, prostata. Nem húzhatjuk tovább, fiúk. Nem, már most ültünk le. Kezdünk. Vágjunk bele. Vágjunk bele. Úgy érzem, hogy edzőbá itt van velünk. És büszke rá, hogy itt lehet velünk. Aha. Így hamvasan. Azon a szigeten vagyunk, ahol annó a szüleink elől, most meg a feleségeink elől rejtőztünk el. Igen. Ég veled, barátom. Bölcs mesterem.
a meccs véget ért. Rob, ne csináld! Elcsesztem a házasságaimat. Nem. Az összeset. Nem mondd. Én szúrtam el. Nem voltam kitartó. Vannak lányaim is. De alig ismerem őket. Duda szégyelne engem. Dehogy szégyelne. Nem kísérj rendbehozni a dolgokat a lányaiddal. Hívd fel őket, ha visszaérünk. Az a helyzet, hogy 20 perc múlva itt lesznek. Mi van? Úgy elég egy kis csirkét. Ne, edzőbás a kezed! Jaj, oké, és megeheted az egészet. Gusztustalan, de akkor is kajázok belőle, mert éhen halok. If you like pina colada, get caught in the rain. If you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight, in the dunes of a cave. Ez a postaicskát. Hogy? Szia, Pater! Én? Na, ne? Hogy lesz ebből? Hé! Ez! Úgyhogy 95%-ban az anyjára ütött. Inkább 98. Hello, Jasmine. Hogy vagy, kis csíró? Hogy lehetséges ez? Ajaj, az Elvis síró csiklandozza az orrát, de tűri. Aranyos. Ez a te kocsit? Hát az öreg kölcsön adta ezt a szart. Nem érdekli, ha lerobbanok a dzsungelben, és megesz egy medve vagy valami. Az öreged? Igen, a pasim. 47 éves. Bárcsak bejönnének a korombeli fiúk. De apa komplexuson van, vajon miért? Hú, de sunáznám. Az mit jelent? Nem tudom, de jó duma. Remélem, soha nem szereli meg a Verde. Nem fogja. Kivettem a gyertyát. Zsír. Cükű, hogy egyszerre bámoljuk, legalább csináljuk váltásban. Semmi. Hogy csináljuk? Vamos, mi ketten a fát bámoljuk. Aha, megkézi, mi meg a seggést írjuk, oké? Jó lesz. Szuper, király terv. És váltás. Vált. 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 És vált. Mi történt? Most mindannyian a fát nézzük? Igen, most vissza a segre. Figyelj, Jasmine, bemutatom Glóriát. Glória, ő Jasmine. Hello. Ó, nézzétek, ők Puter összehozza a családot. Hadd nézzem meg. Jaj, szívem. Kiégett a tömítés. Ez durva volt. Ha szerintetek a kocsis akció guztustalan volt, hallanatok kellett volna a vízágyas akciójukat, mintha egy medve széttépett volna egy vaddisznót. Nem fogták vissza magukat. De legalább szexelnek. Amint ilyen megtudta, hogy terhes, elment a kedve a kupakolástól. Az előfordul. Most akkor lehet kefélni, vagy árt a babának? Kört babájának nem árt, mert ő csak egy kis negró cukrot lát. Snickers! Na persze, Snickers. Mondod te, az sem olyan ilyen nagy. Mi márciusban csináltuk utoljára, de... Szeri félig aludt. Na jó, nem félig, mélyen aludt, horkolt. Ilyenkor szabad a pálya, az nem? Is valami. Jobb is, hogy nem volt magánál. Robi, szép szállányod van. Késő. Ajaj. Oh. Most jöttem rá, milyen fontos egy gyerek első 20 éve. Hát igen, mindig a gyerek a vesztes. A gyerek. A vesztes. A gyerek. Mindig a gyerek. Mindig. Török búzát nekik. Jó volt veletek, fiúk. Mikor én most elmegyek. Örülök, hogy ilyen isten ilyen szórakoztak a családi tragédiában. Vidítsuk fel, Robit. Hogy is vidítottuk fel régen? Jöhet egy kis nyíl rulett. Emlékeztek rá, amikor nyíl rulettesztettünk ilyet? A legnagyobb baromság, amit csináltunk. Merész kis játék. Kretén. Gyerekes.
Vigyelem, srácok! Tényleg nyírul lett ez? Kérem hozzá! Miért hagyjuk, hogy lenni rá beszélni a marhaságokra? Emlékeztek a szabályra? Az nyer, aki a legtovább a körön belül marad, igen? Aki a legtovább nem marad! És kettő! Nem látom! Hol van? A napját nem látjuk! Futás felekül! Bemutatom a lányomat, Amber. Van még egy lányod? Adj egy pacsit. Nincs pacsi, jön a nejem. Úristen! Úristen! Mit csináltál? Gyere már, Bridget, apu megsérült. Hány lányod van? Három! Érte már? Rob az anyja és az apja. Mini Rob. Mindkét tojás. Hova be? Miért betalálom? Nincs más választásunk, ki kell húznunk. Jaj, hát tudom, hogy reméket te vagy nézni. Nem meg hozzájönni. Senki nem jön hozzá. Azért az ezzel volt. Én fogom csinálni. Nem szabad pánikba esnünk. Csak egy kis török búzás pakolás kell, ami jaj, aztán szépen... Az a török búza szart sem ér. Felejtsük el. Nem vagy normális. Ezt nyakon kell önteni alkohollal. Te tudod, miről beszélek? Az alkohol tilalom idején születtél. Anyám. Eddig tartott a rajongás. Ez volt, mint amire számítottam, srácok. Végre kinyílt a szeme. Korosz elváltozás? Azt jelni légy megnagyobbodott légy. Micsoda, Rumli! Rettenetes! Elnézést, Rita hercegnő! Ott fogsz ülni, vagy végre segítesz? Nem, Mr. Feeder azt mondta, tanuljak a nagy vizgára. Milyen vizgára? Fogalmam szint, csak adja nekem a könyveket! Ó, hogy a... Becsomagoltad a hálózati adaptereket? Igen, még otthon. Szuper. Akkor töröld meg a kezed és rendezd el szépen a papírokat az asztalon. De vigyázz, nehogy összepiszkold őket. Jól van, tudom. Halló? Üdvözlöm, itt Roxanne Feeder. Csak szeretném megkérdezni, hogy hol vehetjük át a világi belépőket. Várj egy kicsit, kicsim, telefonálok. De ki esett a fogam? Hogy érti azt, hogy nem tudja? Nagyszerű, drágám, tedd be a párnád alá, és majd később mellé teszek egy dollárt. Nézze! Mi? Becky, hadd telefonáljak, majd megkapod a dollárt! Hogy te? Nincs is fogtündér. Istenem, hogy mutattam ilyet? Ha láttad volna az arcát. Nem értem, hogy történhetett, pedig annyira igyekszem, de valahogy mégis mindent elszúrok. Előfordul az ilyesmi, minden szülő hibázik. Emlékszel, amikor beadtam Gregnek, hogy a kisbaba a mama kakiából lesz? Folyton a WC-ben kereste a kisöccsét. Ez nem vicces. Csak mondom. Még most sem hallasz? És most? Úgy érzem. Tönkreteszem Becky gyerekkorát. Előbb-utóbb úgy is megtudta volna. Előbb-utóbb, de még nem ma. Most sem hallasz? Így már jó? Én is akarok beszélni. Hey! Azt mondtam, nem mobilozunk! Megbeszéltük, nem? Miz új apa? Ez pohár telefon? Igen, Charlotte ötlete volt, zsír, nem? Nézd meg Becky-ét. Nézd csak, ezekkel beszélgetünk.
Majd visszahívlak, csak leteszem spongyabobot. Mi volt ez, pulyka? Jó, André, jelezd a vételt! Van egy ötletem. Itt hagyunk egy poharat, és reggel hallgatjuk, ahogy Jasmine lemossa a testét. Mi? Uramisten! Kölcsök kérhetem? Figyelem, gyerkőcök! A telefontársaság azzal a kéréssel fordul hozzátok, hogy a felnőttek szobájába is szereljetek pohártelót! Most rögtön! Köszönöm! Fussatok! Mozgás! Mozgás! Gyorsatok! Futás! Mosunk! Igen, mindig is én voltam a fogtündér. Nem. Bean anyukája az ő családjának a fogtündére. Én is csak a sajátommal foglalkozom. Ne, semmiképpen sem mondd el Beannek. Köszönöm. Nagyon szeretlek, drágám. Bocsáss meg, angyalkám. Na jó, tedd már le, egy vagyomba kerül. Tedd le. Tedd gyerünk, szépen. Gyerünk, azért ennyi pénzem nekem sincsen. Most bekenem török búzával a kis sebedet. Ez még mi a franc? Gloria kuncog? Kuncog azok után, hogy Rob olyan durván leégette. Azonnal megbocsátott neki. Te vagy az én Isten. Pedig a török búzás. Fél lábú hancúr léc. Na jó, aludnunk is kell valamit. Holnap Milánóba repülünk. Hosszú út lesz. Hát ezek. Ilyenjünk. Olyan ettől áll a cerkám? Igen. Megígéred, hogy etetni fogod, ha elmentem? Becsóra! De az az én tejecském! Bén, ne sajnáld a madárkától, neki is jár. Akkor nekem nem marad semmi! Akarod megpróbálni? Jó, de elég ügyetlen vagyok. Megmutatom. Így tartsd, így jó. Hajolj be, dobd el, és utána megy magától. Klossz! Látod, sikerült! Ügyes vagy, Dona! Bravo! Tetszik tudni kacsázni, Mrs. Feeder? Hülyeskedsz, profi kacsázó vagyok. Kavicsod. Na, figyelem. Úristen, minden rendben, drágám. Persze, anya. Örülök, hogy végre lazulsz velünk egy kicsit. Kivisztem a bőröngyeit a kocihoz, uram. Nem az én bőröngyeim, hanem a te tankönyveid. Szép tőled, hogy nem kér segítséget. Semmi bajod, nem értem, miért játszol rá. Már is indulnotok kell. Igen, sajnálom, muszáj. Szívesen kiviszlek a reptérre. Van egy kis probléma. Mi az? Mi történt? Elfelejtettem, hogy kell kacsázni. Szóval, pár nap alatt biztosan jobban belejönnék. Vagyis... Szerintem maradjunk. Komolyan mondod? Tényleg, anyu, nem kell elutaznunk. Ó, nem. Semmi kedvem anorexiás modelleket bámulni egész nap. Kinek kell modell, amikor itt vagyok én? Igen. Ilyet nem látnék Milánóban. Te. Mit akarsz megcsinálni? Bármi lehet. Nem tudom. Találd ki. Te mit csináltál 12 éves korodban, amikor éppen ráértél? Azt mégsem lehet. Hát, mondjuk, elmehetnénk a víziparkba. Akkor mire várunk még? Tényleg? Készüljetek, indulunk! Ez nem lehet igaz! Veszem le az ingemet! Én sem veszem le az ingemet! Én is megyek veletek! Kárba vész! Bocsika! Semmi baj. Egyébként nem olyan rossz. Mi, apa? Hé, hát ti hol voltatok? Nem volt nálunk fürdőruci, úgyhogy Markus vett nekünk bikinit. A
meg a Didiben vásároltuk. Markus azt mondta, hogy csak ez van nyitva. Csak ott árulnak? Fürdőruhát? Nyár közepén? Én a benzinkútnál vettem a fürdőruszim. Igen, ez megfelelő. Menjünk csúszdázni! Kitallani! Eljöttünk. Igen, ez itt a női szekció. Istenem. Majd megsülök. Ajaj. Jaj, nekem de jól nézek. Akkor mindenki fürdőruhában lesz? Hát persze, lányok. Nem ismerik őket. Mit érdekel? Igazad van. Kit érdekel? Egész nyáron hasizmozom. Igen, ez a veszély. Na, jól mutatok. Rázom a bét. Rázom, csak nehogy kirázzam. Rázzad! 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 Jeruzsálem, most te jössz. Vedd le. Vedd le a ruhát. Az az igazság, hogy egy kicsit fázom. Te is, Gloria? Nekem nincs fürdőruhám. Én mindig nudizom. Ne. Akkor inkább maradj így. Hé, az az Adonis minket kukkol. Megértem, hogy szomjas vagy, de... Anya tejecskét akar, adj neki anya tejecskét. Anya nem, tejet, nem, anya nem, tejet, anya nem. Tejet! A jó életbe nincs több anya tej. Megértetted, büdös körke? Ha tejet akarsz, így áll normális tejet. Hé, kölyök, add ide! Na! Ne szívozz velem, itt egy dollár. Húzz el, húzz már el! Nesze, tej kellett, akkor idd meg. Nem tudom, hogy anyuci mit szólna hozzá. Könyörg, itt már meg! Megmutatom, hogy kell, jó? Te akartad? Soha többé nem kér cici tejet. Hurrá! Több marad neki! Szóval, lányok, hogy csalogassuk közelebb ezt a díszbikát, mert innen elég rosszul látom. Tudom, a szoptatásnak két óriási előnye van, és ezt be is mutatom. Sally! Ejha! Remélem, nézd, dob be magad! A minden! Tapadj rá az Ernyőrúdra, baby! Jól csinálod, ez az! Jó, mozogsz, kisanyám, befeszíted! Felkeltetted a figyelmét! Ez nagyon izgalmas! Ne hagyd abba! Feltűnés nélkül besurranunk! Nincs sorbanállás! Futás! Apa, így be szabad jönni! Dehogy szabad, de mit teszünk rá? A menőfaterod is így csinálta 30 évvel ezelőtt. Mászhatok fel a létrán! Figyelj, sötét van, bent fogd meg a kezem. Úgy félek. Gyere ide, gyere! Ne dőj be a rossz dumájának, vigyázz vele! Miről beszélsz? Langyi a csávó. Nem, csak úgy csinál. Ez a trükkje. Rendben, csak, és ki jön most? Most vagy soha. Csak nem ide jön. Egyértelmű, hogy ide jön. Készüljetek. Örüljünk neki, bármi van, ne fingjatok. Ti is messzire gyűjtetek, eh? Hát én meg doronggarsonkon bányozok. Azt tudjátok-e, hun van, eh? Hát az ilyen jó testi komalányok csak jártak már doronggarson. Pöcs cibálok! Nem az előbb csúsztatok le? Nem. A bácsi biztos összekever minket valakivel. Azt nem hinném, mert életemben először látok két ilyen jó csajt. Hé! Mi van? A lányaimról beszél! Na persze! Róla elhiszem!
pont olyan akrafejű, mint maga. Na, hey! Ki a következő? Megyünk! Ne aggódj, mindent kipróbálunk! Megyünk! Ugye nem fogsz pisilni? Nem, dehogy is! Mert ha pisilsz, rögtön kék lesz körülötted a víz! Nem, az csak egy régi mendemonda! Csak mendemonda! Jézusom, most mi kell leégetnem? Kicsit ijesztő. Kicsit ijesztőbb, mint amire emlékeztem. Na, menjünk a következőhöz, gyertek. Nekem sem tetszik, úgyhogy lépjünk. Ez nem nekünk való. Mázli, hogy a kölyköt betolt és megúszod a leégést, mi? Ja, bérelj fel valakit, aki leugrik helyetted, Mr. Nagy Lóvé. Hello, Wiley, jó színben vagy. Én jövök, lúzerek. Ezt nézzétek. Ez az fiam. Na, gyerünk. Azt a levízta, beszeri bagázs. Te ügyes gyerek! Oké, akkor most én jövök. Oda nézzetek! Na, ezt nézzétek! Király! Mutasd meg, Regi! Király vagy! Hát Anna! Te vagy jó! Hát a nyomja! Teljes Hollywood! Én jövök! Nem tudom, hogy lehet überelni az előzőt, de majd a landolást figyeljétek, oké? Ajaj, megint csak második lettél, Bailey. Hallottad ezt? Második. Második. Csináld meg az artista trükköt. Mutasd meg a bohócoknak. Akkor lábbal? Ja. Nem veszélyes? Nem mindegy, egy állat vagy. Állat vagy! Igen, egy állat vagyok! Állat vagy! Wiley! Miért nem te csinálod? Gyerekeim vannak. Ilyen Wiley! Wiley! Hát lehet, hogy ezt nem kéne. Wiley! Állat vagyok! Állat vagyok! Beakadt a lábam! Csinálni. Sikerülni fog! Ügyes, jól van! Ilyen, adj egy pacsi! Nézd ezt az árulót, mintha nem is léteznék. Tipikus pasi. Mindenedet elveszi, aztán lecserél egy ronda fehérre. Csak azt nem tudom, hogy mit kezdjek ezekkel. Én tudom. Ez az. Látod, Cimbi? A palánkra kell célozni, s tuti, hogy bemegy. Célozni és dobd be! Ismerem. Apád 50-ből 50-szer bedobja. A PS-ben soha nem megy be a palánkról. Igen, felejtsd el a PS-t és játsz élőben. Tim Duncan legalább 100 meccset nyert ezzel a dobással. Nézd csak az uradat! Hú, ez igen, apukám! Gyere ide, megmutatom! Hajrá, drágám! Futás! Elmagyarázom, jó? Látod fenn azt a négyszöget? Annak a jobb felső sarkába dobd. Ha-ho! Koncentrálj, fiam, koncentrálj, ne bámuld! Lamonszov, ne bámuld! Jézusom, a perverz állat. Folyamatosan engem bámul. Nem bámult. Na jó, próbáld meg. Tartsd fenn a kezed.
Hú, öregem! Pacsi! Látod, milyen jól játszol, ha normális szerkóban vagy? Szia, mama! Aranyom! Miért nem kosarazol a többiekkel? De hisz tudod, hogy... Igen, tudom, a bütyköd. Hol van köd? Nagyon gyors a bűnnek. Ezért még kapni fog. Nagyon jó volt! Én is ugyanígy csinálnám. Figyú, akkor helyettetek is megittem az első felest, tiétek a második, döntsétek le! Jó, persze. Nem, töményet nem iszunk, haver. Gyerekeink vannak, reggel kelnünk kell. Akkor rendezzünk sörivó versenyt. Kinél van sör? Jelentkezzen. Én maradok ennél az egynél. Én maradok a kávénál. Nem fog ez megártani. Rosszit! Én csak epekímélő teát iszom ma este. Mi a túró van veletek? Régen feljöttünk ide, és... Bulisztunk! Benyomtunk! Lúzerek! Semmi baj, egyszer majd felnősz, Higi. Ha megismered a nagy őt. Ó, a nővérem nagyon passzolna hozzád. Majdnem teljesen vak, de a formákat érzékeli. Szóval, Roxanne, hol ismerkedtél meg Lennyvel? Rohadt jó kérdés! Hogy volt képes egy ilyen szarkupac? Nözzéd merre! Felszedni egy ilyen bomba szenyoritát! Egyszerűen besétált a butikba, ahol dolgoztam. Segítettem neki, és megkért, hogy próbáljak fel egy szoknyát. Ó, a jó öreg szoknya felpróbálós trükk, nem rossz. Milyen ravasz vagy, Lenny? Ravasz, mert utána egy melltartót kellett felpróbálnom, és ugyebár mindent a vevőért. Na jó, bevallom, kicsit azért tetszett is. Jó volt, jól összejöttünk. Jó Istenem! A magzatvíz! Elfolyik a magzatvíz! Hol a víz van? Gyorsan! Bocsi! Hagyd te! Uram Isten! Bevett! Te nem vagy normál! Ez jó volt. Ez sikerült. Oh. Uram, atyám, ez... Ugye ismeritek? Ó, annyira jó. Ez volt a kedvencem. Ettől a számtól annyira benedvesedek. Én is valami hasonlót akartam mondani, de már ez nem. Ez részben az én érdemem is. A nóta rajta van a dugós számok CD-men. Na kérjük fel a csajokat lassúzni, és az én csajom itt ül, a gyere. Nagyon jó. Igen, ez jó, akkor nyomjuk. Táncoljatok. Tudom, mennyire imádsz táncolni. Mi ismersz, kisanyám? Született Jacko vagyok. De jó, ne. Szexi vagy, Dian. Szólíthatlak Dianszénak? Anyám, mi történt, hogy hirtelen szexinek tartasz? Hadd élvezem a táncot a jó testű feleségemmel. Oké, de ez nem kimondott a csoki zene. Igen, tipikus fehér nyálzene, de mindent. Figyelj, Lenny. Jól tetted, hogy elhoztál minket ide. Tényleg nagyon klassz hely. Én mondtam. Nem történik semmi, és ezt annyira imádom. Roxanne, körülbelül 25 lányjal smároltam már itt, és nagyon szeretném, ha te lennél a 26. Csak ha én leszek az utolsó. Te leszel, vedd szóra. Én is hágnék valakivel! Mit csinálsz? Te! Marha! Lámaszol! Mi van, haver? De hogy nem alszol? Öregem, őrület volt! Mi? Szeri csak úgy, letámadott. Soha életében nem csinált ilyet. Eszem is volt. Engem is letámadott az asszony. Tényleg? Ejha! Figyelj, hol van Dorongfalva? Tényleg? Jó kérdés. Mi vagyok én? Oj, pöcsziváló! És te hova való, Sivá? Ezt nézd meg! Ja. Szóval mi vagyok én? Pöcsziváló! És honnan érkeztél? Dorongfalváról! És ez mit csináljunk, Higgins-szel? Van egy ötletem. Marhára idegesít a fickó. Azt hiszi, csak úgy benyomhat, mert facér. Következmények nélkül. De most mindenért megfizet. Bűnődnie kell, igaz?
Uram! Megint elszuntisztál a kanapén fütyéke? Én megmondtam, hogy menj fel a szobádba! Áldál lesz, Markus! Ne! Markus, a madárka jobban van, hallod? Veled akar beszélni. Ne! Kisfiam, te leszel a legügyesebb úszómester az egész strandon. Ne egyél levegőt! Tartsd még vissza egy kicsit! Ki vagy? Ó, ő a mami udvarlója, aki fogdossa a kukidat. Elbrükte magát, sír. jó van, ne sírj, itt vagyok. Nyugodj meg, itt vagyok kincsen. Semmi baj, ne sírj, jól van, most felviszlek igen, a szobádba. Igen, menjetek fel. Hallod, nem aludhatsz el itt, nem heveredhetsz el csak úgy bárhol, te is tudod. Menj fel a szobádba, nyomás fel a szobádba, te kis. Most gyere. Tedd be ide. Ez nem szekrény, hanem a hálószoba, oké? És van saját vécéd is, ha pipikélni kell. Pipikélni kell. Boldog július 4-én! A madárka is ma ünnepli függetlensége napját, úgyhogy szurkoljunk neki. Ott van! Úgyhogy egy kis ajánlatolvos lesz. Le a kalappal, Becky. Nagyon ügyes vagy. Ó, de szexis dumma, mit mondtál? Azt hiszem, azt mondta, hogy rabadabar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 ab, Milan! Igen, mondom. Képzeljétek, összefutottunk néhány lepukkant alakkal a boltban, és valami kosár visszavágó miatt mérgelődtek. Tényleg? Örülök, hogy megstopoltuk a mezüket. Jaj, leteszem a piát. Te tényleg nem vetted észre, hogy a szekrényben alszol? Úgy tűnik. Jól nézel ki. Aj, ne. Au! Ez nem igaz, Higgins. Olyan jó kis fürtös szöszi csajjal álmodtam. Jaj. Remélem álmodtam. Inkább maradj csendben. Hova keveredtem? Még jobb lenne a töltött tojás, ha lenne hozzá egy kis marinara szósz. Ez Lenny telefonja. Halló? Csúsz, sajda sikerült, én nyertem. Mázli volt, tudod? Mázli. Tudom, hogy igazságtalan a gazdag. Egyre gazdagabb lesz. Rajta, Robi, mondd el a cimboránknak is a nagy hír. Ja, tényleg. Őt nem érdekli. Ne csináld. Dehogy nem érdekelni ki vele. Glóriával szeretnénk egy kis lurkot. Hát ez óriási. Na hát, ez szuper. Mázli, hogy Glória már így is jó tág. Aha, de jó vicc volt. Anyu meg a gyerek egymást pelenkázhatja majd. Szuper, hát ez mindennek az alja. Unom a képét. Nem érti. Azt sem nem tudja, érti. Mi az, hogy nem, kapcsolat. Tényleg nem érti, mert mindig is egy önző paraszt volt, nem úgy, mint én. Tudom, hogy azért vagy pipa, mert az én csajaim 70-80 évvel fiatalabbak a feleségednél. Nem lehet lelőni. Utóbbi csajom például egy hosszúlábú, szőkedémú volt, nem az esetet. Szóval témázgatunk a szöszivel, és rendesen adunk az ágynak. Adtok az ágynak? Adtok az ágynak? Mit adtok az ágynak? Nem is tudom, Higgins általában összehányja az ágyat. És amikor már a csúcsnál tartunk, a fejünk fölött lógó kép leesik. Pont a csaj psss, homlokára. Szétvágta a fejét. Totálisan, de én nem lassítom. Ez már durva. Kaptam neki két aspirint, bekaptam, mint kutya a frisbee. Nem. Hullafáradt vagyok, Markus. Úgy horkoltál, hogy egész éjjel nem aludtam. Állj meg, te szemét! Meggyaláztad a kislányomat! Hagyj békét! Szabálytörök búzát! Nem rothat meg, kislányokat! Köszöntek, nős! Állatra, hagyd meg te! Szerintem! Hagyd már abba! Jóisten, nyugodj már meg! Hagyd abba, Rob! Hagyd le, haver! Rob! Mi bajod van? Megint belenyilag. Dölj le, cimbi! Mi van? Miért bugyóztok? Élveztem a törpe birkózást. Én is. Hogy tetted ezt bele? Ő a lányom! Miről beszélsz? Adtatok az ágynak! Hogy feltételezhetsz rólam ilyet?
Hát közülünk te vagy az egyetlen, aki képes lenne rá. Simpson muterját is meghúztad. Ez igaz? Alig ismertem az arcot, a ti haverotok volt, nem ismertem. Mondtam már, hogy a nő elkapta a farkamat. Jasmine roblánya, ez más. Hogy én vele? Ez jó. Kicsit flörtöltem vele, de csak azért, hogy te figyelj rám. Akkor honnan tudod, hogy horkol? Én is hallottam. Három szobával arrébb is hallottam. Na, kiderült, hogy ártatlan. Tudod, hogy Markus rá nem hajtana. Na, nem azért, mert nem... Tudod, hogy értem. Mi történt a fejeddel? Éppen átvettem a pizsim. És úgy éreztem, hogy egy perverz állat kukkol az ablakon át. El akartam húzni a függönyt, és bevágtam a fejem. Igen, haver. Ő a lányod. És ezért tabu, mert a legjobb haverom vagy. És Jasmine sem bukna rám, mert én vagyok. Nem vagyok olyan... mintapasi, mint Lenny. Ó, Lenny a mintapasi? Ez vicc. Felvettem a telefonot, te sunyi. Az asszisztensed volt az. Azt mondta, hogy lemondtad a milánói repülőjegyeket, még azelőtt, hogy idejöttünk volna! Ezt mondta? De miért mondta volna ezt? Én persze, biztosan kitalálta, ugye? Nem mondtam, hogy kitalálta, csak valamiért azt gondolja, hogy így volt. Ne játsz nekem, Mr. Hollywoodot! Folyton mindent és mindenkit manipulálni akarsz! Itt az ideje, hogy egy kis felelősséget te is vállalj! Akkor vállalom a felelősséget, igazad van. Én gondoltam, jót tenne a családnak, ha kivételesen normális emberekkel lennénk. Rólunk beszél? Nem mertem elmondani neked. Sokkal egyszerűbb volt titokban tartani. Minden házasságban vannak titkok. Az én titkom az, hogy szeretlek. Roxanne, az az igazság, hogy a gyerekeink elkényeztetett sznob, fura kis törpék. És van egy dadánk, van egy... Tudtam, hogy dada. Nem dada, hát hanem... Hát persze, hogy dada! Mikor hagyod abba a hazudozást? Mindjárt, majd ezután. Inkább játszótárs, nem nevezném dadának... Lenny, légy szíves. Rendben, véged. Nincs több hazugság. Soha többé nem hazudok neked, Betsó. Szeretlek. Mind hazudik! Súnyi férfiak! De Kurt hazudik a legtöbbet! És miben hazudtam? Csoki Mikuláb! Jaj, hagyjuk ezt. És a dada? Mi van a dadával? Teljesen oda vagy érte! Dehogy vagyok oda a dadáért! Nősember vagyok, pont. De hogy kellemesen elbeszélgettem-e vele? Mert nem azt mondogatta folyton, miről beszélsz vagy? Vedd már fel ezt a padlóról! Igen! Tudod, hogy velem is kellemesen elbeszélgethetsz? Mikor? Folyton dolgozol! És amikor hazajössz, közlöd, hogy fáradt vagy, szinte rám se nézel, és még csak hozzám se érsz. Úgy nyafog, mint egy fürdős kurva. Bien, én megmondtam, hogy Roberto denunciót menj hozzá. Mama, ha Robertoval maradtam volna, most te lennél terhes, és nem én. Teljesen igazad van, angyalom. Mostantól kussolok. Köszike! Jó, lehet, hogy egy kicsit elhanyagoltalak. Ne haragudj. Mit szólnál hozzá, ha csütörtökönként elvinnélek vacsizni? Nem, csütörtökön a Grace klinikát nézem, de bármelyik másik nap jó lenne. Ha már mindenki szint van, én sem maradhatok ki. Szóval az az igazság, hogy már nincs kerti bútor bizniszem. Sőt, már nem is dolgozom ott. Leépítés volt, áprilisban. Azért béreltem a kabriót, hogy felvágjak. És ne derüljön ki, mi történt. Lemonszov, sajnálom, de kár volt eltitkolnod. Hát, azt hiszem, nekem is van egy kis bevallani valóm. Pepit hordok. Nem mondja. Hadd legyek akkor én is őszinte. Valójában férfi vagyok. Nem. Te megmondtad! Nem, csak vicceltem, vicc volt. Bár kicsit rosszul esik, hogy ennyien elhittétek. Nem, csak húztunk, érted? Lapozzunk. Lehet, hogy nem az én tisztem, de végül is én vagyok itt a legidősebb. Az biztos, nyanya! És a sok ugratás ellenére érzem, hogy jó kis csapat ez. De néha... elszabadulnak az indulatok. Mint például Robnál, amikor a múltkor rám förmett. Piszok ijesztő volt. Azt gondoltátok, milyen nyugodt vagyok, de legbelül ezt mondogattam. Gloria nonen.
Ne mondd rá, hogy egy gülőszemű Napóleon komplexusos szociopata, hát, hogy ezzel a frizurával úgy néz ki, mint egy használt fültisztító. Olyan. Vagy hogy úgy néz ki, mint az egyik Jonas fiú langyi változata. Értik, hogy mire akarsz kiukadni. Vagy azt, hogy csőrike parókában, nem mondtam ilyeneket. Szerintem ez a legjobb. Szóval az életben előfordul az ilyesmi. Nem olyan nagy ügy. Akinek családja van, gyerekei, az tudja, hogy semmi nem úgy alakul, ahogy terveztük, de épp ettől olyan érdekes. Az élet első felvonása tele van izgalommal. A második az, ahol már csak a lényeg számít. Ez miért nem mondtad, hogy nem ma kezdte? Nem ma kezdte. Igen. Végig ezt mondtam nektek. Gyönyörűsége. Gyönyörű az. Számomra, haver, autóalkatrész, áruház, óriási ötlet, aranybánya lesz. Nem akarom elvenni a pénzt. Nem elveszed, hanem többet csinálsz nekem. Én is be akarok szállni. Ismerem a Celtics tulaját, és ez őket érdekelni fogja. A csávok mind Bentley-kkel és Ferrari-kkal járnak. Honnan ismered a Celtics tulaját? Honnan, hogy az én lány cserkész csapatomban jár a lánya. Ha azt akarja, hogy elismerem a kis csaj napi jó tettét, akkor beszáll a bizniszünkbe. Kösz szépen. Tényleg ragaszkodsz hozzá, Bailey? Igen, 5-5 ellen. Ajaj, nézd ezt a csapatot, a Hambin és Sörön edzett négyes. Romido, jó, hogy látlak? Csőkulcs. Most nem tudom, velem szemezel? Srácok, mi csak szeretnénk egy kis görögdínyét tenni és lazítani. Na, ez a helyzet. Nem, azt felejtsd el. Ebből nem húzod ki magad, Féder. Pályli kiszökött az intenzívről, hogy végignézhesse, ahogy lealázunk. Ciao! Gyalog jöttem, mert nem tudok ülni! Ahó, Wiley! Ekkora volt a gól? Ezt még nem hallottam. Bocsi, ne haragudj! Ja, és levegyek valamit a felső polcról? Ezt is sokat hallom. Na, a viccet félretéve most a családdal azulunk, és nem akarunk kosarazni. Ja, be vannak tojva. Igen. Ja, ez az igazság. Legfeljebb attól félünk, hogy megzabáljátok a labdát. Na jó, öreg Higgins, marha nagy a szájad, de marha. A többire nem emlékszem. Anyátok! Neked megsérült a lábad, nem tudsz pályára állni, igaz? Duda most azt mondaná, próbáljam meg. Küzdenünk kell, emberek. Mi volt ez, George Bush? Na jó, akkor kosarazzunk. Visszavágó! Gyerünk, srácok! Kunyizok apáéktól. Greg! Nézzétek! We'll be right back.
Talán előkerült a környék másik kis gangsztája. Nem. Itt én vagyok a fő gangsta, te pedig a másik kicsi. Nem, haver, itt én vagyok a fő gangsta, mert a fehérek frászt kapnak tőlem a boltban. Ha engem meglátnak a fehérek, rögtön elfutnak. Igen, ők az én fehéreim, szeres saját fehéreket. Zakkant vagy, öcsi! Második negyed óta nem érzem a lábamat. Eljátszok, hogy megsérültünk. Oké. Okay. Jaj, de fáj! Jesszusom! Kivett a bokát! Nem bírom tovább! Kész vagyok! Most mi régem? Ez nevetséges, valakinek szívrohama lesz. Mit csinált? Nem bírom a bén a lábamat. Ennyi? Fáj! Darth Vader! Pihenj, drágám! Vanília krémes sütike. Képes voltál elvenni a lányod süteményét? Szájler óram, ez a kedvencem. Meg ne fulladj, papa! Mit szólnál, ha beállítanánk az én fiamat meg a tiédet? Oké. Gregi! Én minden bele mutasd meg neki! Hajrá, kisfiam, segíts a papának! Hé, Béli! És valaki adjon egy kancsó fosvizet a hollywoodi gyereknek. Bossnak ejtik, Weaver! Hello! Megsimogathatom a pocakod? Imádom a babákat, főleg, ha rúgnak. Igen, tessék. Ó, kösz. Hé, az nem a babám, hanem a ditkóm. Hú, azt is jó simogatni. Hé! Nem tapizom. Mehet, bedobás, kezdjük. 16-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 16
tudjuk az állást. Még döntetlen? Nyernünk kell! Igen! Jó, a fiam, semmi baj. Most ne kezdem. 19-16, játszunk! 19-16, mehet? Négyettel veszik? Jó. Szorosabban még. Hajrá, Greg, dobadjátok, hogy ne! Kapott egy három pontosat! A vonalon volt! Nem láttam volt három pontos, tudni, hogy nem! Nem volt ez három pontos! Nem, Kört, én is láttam, volt. semmi baj, szép dobás volt! Gyere, Greg, most dől el a meccs! Nyomjuk! Ide azt a labdát! Na most minden eldől! Ide az, hogy a vezető, nem kell állni, hogy előrezni! Rengedte! Apa! Megdobjam!
sem hagyja ki. Jövőre lezúzzuk őket. Majd otthon elkezdek edzeni. Ez a beszéd. Gyere ide, jó voltál. Le a kalappal. Itt a mama. Gyere ide. Gyere te is, kicsi. Tudod, gondoltam, Baileyék is nyerhetnek egy-egy meccset hébe-hóba, és mi is veszíthetünk néha. Rendes tőled. Igen? Viszket, jó rádunk. Nézd őket. Csá, haver. Mi újság? Tudom, hogy lelkifurdalásod van a meccs miatt. Te meg részeg vagy? Nem! Gondoltam. Egy cimbora, van valami, amiben sosem győznek le? Nyírulendben is, haver! Jaj, ebben jók vagyunk, sőt, nagyon jók vagyunk, ezt találjuk. Figyelem, emberek! Mit akarsz csinálni? Az nyer, aki utolsónak itt marad! Magyar hangok. Csőre Gábor, Holnándor, Rajkai Zoltán, Kállói Molnár Péter, Józsa Imre, Gubás Gabi, Söptei Andrea, Bertalan Ági, Zsors Kati, Felföldi Anikó, Ducsai Ábel, Bogdán Gergő, Csankó Zoltán, Cető Ádám, Herman Lilla, Győri Ványi Laura, Törtei Tünde, Koller Virág, Schneider Zoltán, Zelei Dániel, Peller Marian, Szilágyi Zsuzsa, Bogdányi Titanilla, Epres Attila, Faragó András, Konrád Antal, Stefanovics Angéla, Jakab Csaba, Galambos Péter, Harsányi Gábor, Forgács Gábor, Glósz András. Magyar szöveg Heltai Olga, hangmérnök Márkus Tamás, rendezőasszisztens és vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Tabák Kata. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom. In Brooklyn, New York, the son of Anna and Phil. At 19 years old, he married my mother, Judy, and immediately paid his first Bloomingdale's bill.
Right away they started on a family. Three smart kids popped out of mom's tummy. But then one steamy night, dad forgot to wear his raincoat. 9 months later, out came the dummy. But he took care of me. Ah, Stan the man was my hero. The coolest guy ever, I swear. He stayed up all night making me a clay volcano. That's how I won the science fair. He was 6'2" and 250 pounds. And as sweet as he was strong, he was also known to be pretty well endowed. But believe me, he didn't pass that one along. His favorite singers were Leon Redbone and Johnny Cash. His favorite ball players were Koufax and Mickey. His favorite restaurant was the Stage Delicatessen. His favorite movie was Little Nicky. Sorry, Godfather 1 and 2, maybe next time. Yeah, Stan the Man was my hero. With a golf swing that made men cry. He'd take their money and put it in his top dresser drawer. Then I'd steal it so I could get high. But he beat that habit out of me. So, Dad, thanks for letting me stay up late to watch Johnny Carson. Thanks for coaching all our games at Livingston Park. Thanks for telling me to always punch a kid in the face if he made an anti-Semitic remark. Yeah, don't worry about Mom, we'll always look after her. Me, Scott, Val, Liz, and the grandkids. And when Jackie and I have children of our own, we'll try to raise them just the way you did. So say hi to both my grandmas and grandpas. Tell my dog Meatball I miss him so. But most importantly, Dad, take advantage of being in heaven and go f*** Marilyn Monroe. Mom said, it's cool, just wear a raincoat. Oh, Stan the Man was my hero. Still is and always will be. Cause he didn't give too much a crap about nothing except loving his family. Well, Stan.